Üdvözlök mindenkit, én Szavik, ezt mind láthatjátok a Battle vs. Chess nevezetű játék, abból is egy kis random gameplay. Bemutatnám nektek ezt a fantasztikusan hangulatos kis játékot. Miről is van szó? Hát annó nekem volt egy ilyen az év játékai Szovi szemével, talán 2014 vagy 15-ös kiadás. Ott említettem ezt a játékot. Mint, hát akkoriban próbáltam ki, és elég úgy voltam vele, hogy nagyon-nagyon szerettem meg minden. Aztán idővel ugye az történt, hogy letöröltem a játékot úgy, ahogy van, új gépem lett, új operációs rendszer és hasonlók. Lényeg a lényeg, hogy az új operációs rendszereken eléggé nehézkes ezt a játékot elindítani. Úgyhogy, aki szeretne ezzel játszani, több mint valószínű, hogy be kell szereznie valami olyan gépet, amin Windows XP, vagy Windows 7-es operációs rendszer van rátelepítve, mert ahogy én nézegettem, se 8-on, se 10-en, se semmi nem indul el. Egyszerűen nem ismeri fel a rendszer, úgy ahogy van. Na, de lényeg a lényeg, hogy mi is ez a játék. Ez gyakorlatilag egy sakk játék, de abból is egy kicsit meg van spékelve ez a történet. Közben bemenjünk ide a beállításokba, megmutatom mi merre hány méter. Körülbelül így kell akkor elképzelni ezt a történetet, illetve a hangokat körülbelül így lőttem be. Remélem, hogy én sem fogom elnyomni a játékot, és a játék sem fog elnyomni engem. Nyitó tippek akkor azok vannak, kamera kikapcsolás alapján, mert ezért animált bábuk vannak. Na, a nyelv pedig hát ugye angol, de van hozzá magyarítás. Nem. Ja, itt van ilyen magyar nyelv, úgyhogy teljes mértékben királyságosság. Aki szeretné igazából megtanulni a sakk rejtelmeit, illetve sakkozni szeretne, és esetlegesen számítógépen szeretné ezeket megtanulni, akkor ez a játék például totálisan jó elme célra. Viszont, ha bemegyünk itt az egyéni játékokba, akkor ugye van klasszikus játszma, Battlegrounds oktatás, de még hadjáratok is vannak. A hadjáratokon belül annyit kell tudni, hogy vannak a rend hadjárat, illetve van a káosz hadjárat. Ugye a saktáblán is úgy van, hogy vannak a fehér vábuk, illetve vannak a fekete vábuk. Hát itt most úgy jellemzi őket, hogy a fehérek azok a... Na, tehát a rend fehér bábuk azok az angyalok, illetve ezek az hasonlító lények. Illetve a káosz, azok pedig ugye a sötét, vagyis a démonikus erőket mutatja be. Például belemegyünk ide a rend hadjáratokba, láthatjátok, hogy itt van jelentnekség, ilyenek vannak például, hogy azt hiszem, hogy 20 lépésen belül nyerj, úgyhogy mit tudom én, ennyi meg ennyi bábút van, szóval ilyeneket kell körülbelül elképzelni, és minden egyes ilyen hadjárat csak akkor nyílik meg, hogyha az előzőt teljesítetted valamilyen úton, módon. A káosz hadjáraton belül például én csináltam egyet, az áttörést. Ott, ha jól emlékszem, akkor annyi volt, hogy volt 5 darab bábum, és akkor 5 darab bábumval kellett mattot adnom az ellenfélnek, úgyhogy neki mondjuk volt 3 darab bábúja. Úgyhogy, ja, elég érdekes módok vannak. Na, de szerintem látni szeretnétek egy kicsit a játékból, úgyhogy nyomjunk egy klasszikus játszmát. Kiosztás klasszikus lesz, oldal, legyünk a sötét oldalon, nehézség. Hát ugye nullától van egész egyszerűen 9-esig. A 9-es az nagyon brutális, tehát pillanatok alatt agyonver a játék. Szerintem jó lesz a 3-as, ez a gépi ellenfél nehézségi szintje, magasabb szint esetén több lesz a gondolkodási ideje a játéknak is, meg ugye eléggé kemény lesz olyankor. Na, véletlenszerű csatatér is lehet amúgy választani csatatereket, mert nagyon-nagyon hangulatos kis csataterek vannak. Én most nyomok egy véletlenszerűt. Itt pedig ugye vannak ilyen kis tippek. Na. És akkor így kell elképzelni magát a játékot. Itt vannak a fekete, sötét oldal bábúi, ott vannak a világos bábuk, és akkor itt van a súgó. Játszma egy fő részére, gépi ellenfél ellen, klasszikus sakk szabályok, hagy matot a királynak és győz. Klasszikus bábukiosztás van. Na, röviden, tömören így ennyi, szépen lehet forgatni mindent úgy, ahogy van. És gyakorlatilag meg vannak animálva a bábuk úgy, ahogy vannak. Nézzük csak, hogy mivel tudok én amúgy lépni. Itt van a lovacska. Ugyanúgy kilépek, ahogy ő. És megpróbálok majd olyat csinálni, hogy legyen valami... harc.
valami harcot próbálok azért kezdeményezni. Hogy lássátok, hogy az milyen, hogy ez hogyan működik. Igazából kicsit olyan ez, mint a Harry Potterben a varázslósak. A Harry Potter bölcsekköve, tehát az első filmben a varázslósak. Ahhoz tudnám igazából hasonlítani ezt az egész mindenséget. Na, nézzük csak. Le tudok-e valakit ütni? Nem igazán tudok senkit sem leütni. Egy olyat csinálhatunk akkor, hogy ezt kihozom ide. Azt akkor úgy előre, és akkor kénytelen lesz ezzel ellépni. Oda-vissza, úgy-úgy, oda-vissza a helyére. Na. Nézzük csak. Azzal nem lépek oda, ezzel ide lépek. Jó. Azzal oda lépek, tudom, hogy mit szeretne. Csak igazából nem jön neki össze, mert ha ide be akarna jönni, akkor úgyis leütném, ahogy van. Úgyhogy ez ilyen, na ez az igazi stratégiai játék igazából. Az összes stratégiai játék, amit a számítógépen annó játszott az ember, az gyakorlatilag innen indul ki. Az összes stratégiai játék MMU-fajból indul ki, a sakkból. Oda beállunk akkor. Nem tudom, hogy mit szeretne, de azt nagyon. Eléggé pat helyzet. Jól tudom, akkor ő a királyom, ja. Ő a királyom. Hát akkor cseréljünk. Így. Ő is ugyanezt csinálja, jó. Ugyanaz a gondolatmenete, mint nekem. Kár, hogy még mindig az összes bábunk fönn van, pedig annyira megmutatnék nektek egy harcot, csak hát ugye nem akarok fölöslegesen izét elveszíteni. Egyetlen egy egységet se. Na, de beállunk szépen a sarokba. Hasznos tippeket kaphatunk ugye a page down lenyomásával. Z-vel ugye lehetne irányítani dolgokat. Na jó, a királynővel kicsit ide lépek. Idébb lépek. Ide lépek a bástyával. És akkor elindulunk. Na, például ilyen egy harc. Ő szépen leütötte az én egységemet. Az én bábumat. Hát azzal nem kéne innen ellépnem. Különben akkor leüti a királynőmet. Akkor egyet előre lépünk. Jó, ezt a lovasát nem védi semmi. Cserébe én meg elveszítem a királynémet. Mert hülye voltam. Nem baj. Ja, úgyhogy gyakorlatilag olyan, mint a Harry Potterben a varázslósak, ugyanúgy meg vannak animálva a karakterek. Illetve a bábuk, és rendes harcok vannak. Így, né? Most valószínűleg elveszítem az egyik paripámat, igen. Az előrébb lépek. És akkor szépen oda lépek egyet. Hát barátom. Gyorsan elveszítem amúgy ezt a csatát, ahogy nézem. Szépen körbeüt. Úgy, ahogy van.
mert türelmetlen voltam. De beállunk. Ezzel előrébb megyünk. Ezzel kicsit hátrébb. Ezzel idébb jövök. Kicsit húzzuk az időt. Az én kis gyalogom az leüti az ő gyalogját. Pontosan. Jó, én odalépek. Azt nem védi ott semmi. Ugye a királynő az az egyetlen olyan egység, ami bármilyen úton, módon elindulhat, kivéve lóalakban nem mozoghat. Na, oda szépen bemegyünk, adok neki egy sakkot. Vártam ezt a megmozdulását. Jó. Igen, megoldjuk. Pedig az most oda nagyon be van szorítva. És le se tudom azt ütni. Mert akkor sakba lennék. Jó, hát nem baj. Szépen lassan el fogom bukni. Ja. Olyan szinten, hogy én mattot kaptam. Sem erre nem tudtam volna most már ellépni a királlyal úgy, ahogy van. Na, de legalább srácok, lányok, láttátok ezt a játékot. Szerintem nagyon-nagyon szépen meg van rajzolva. Illetve meg van animálva az egész, úgy, ahogy van. Van egy jó kis hangulata, és igazából az ember megtanulhat itt sakkozni, ahogy kell, és igazából közben jót is szórakozik, meg ugye látványos, meg van egy... Tehát tényleg az, hogy jól néz ki ez a játék, én szerintem. Ha tehetitek, akkor valamilyen úton módon ezt szerezzétek be, vagy hogyha nem, akkor interneten keressetek utána ilyen hasonló típusú játéknak. Az lesz igazából a legegyszerűbb, hogyha interneten beírjátok, hogy Battle vs. Chess nevezetű játék, például ezt, és akkor ugye a kereső az automatikusan próbál nektek segíteni, hogy ahhoz ehhez hasonló, ilyen típusú játékot majd szerintem fog nektek felajánlani. Esetleg YouTube-on vagy bárhol nézzetek utána, én személy szerint ilyen fajtából, ilyen típusúból ezt ismerem és ezt szeretem. Viszont hát most ugye nem tudom, hogy hány év után, miután elkezdtem ugye ezt újra föltelepíteni és játszadozni vele, hát vissza kell szoknom a sakkvilágába, úgyhogy a gép az eléggé kemény, meg tud engem erősen szivatni. De mindegy, nem az a lényeg. Na, úgyhogy srácok, lányok, ez egy ilyen rövid kis random gameplay lett volna. Tényleg nem akartam sokáig húzni ezt, mert nem is lehet sokáig ezt húzni. Van amúgy tényleg hadjárat is. Eléggé hangulatos mondjuk az is emlékeim szerint, bár sokáig nem jutottam benne. Ha gondoljátok, akkor nézzetek utána, illetve kommentbe írjátok le a véleményeteket típusú játékokról. Én pedig akkor elköszönök tőletek, én Szói voltam, legyetek jók, írjatok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra. És akkor majd találkozunk egy másik videó alkalmával. Sziasztok!